homokháti őszi barack, sárréti kökény vagy madarasi bírs. Csak néhány pálinka különlegesség, amelyet szeptember 11-én meg lehet majd kóstolni a Sóstói Múzeum faluban. A rendezvény az országos pálinka és törköly pálinka verseny zárása lesz. Szeptember 8-ától a Nemzeti Pálinka Tanács itt tartja meg az éves pálinka bírálatot, amely 308 ez évben benyújtott pálinkának az elbírálásán fogja majd jelenteni, illetve annak az elsőségét, hogy kié lesz Magyarországon ebben az évben a nemzet pálinkája. És az önkormányzat úgy döntött, ha már itt vannak 3 napig, és lényegében bírálnak egy szűk körű szakmai rendezvényen, akkor miért nem lehetne Nyíregyházán a nemzeti italunkra, a pálinkára felhívni a figyelmet úgy, hogy a megyében 3 eredetvédett pálinka van. Az összesen 13 magyar eredetvédett pálinka mellett Nyíregyháza saját pálinkáját és a Mária Pócsi keserű likört is megkóstolhatják a Múzeumfalu egyes portáin. A 2 és 4 centes adagokat 400 és 800 forintért lehet majd megvásárolni. Kóstolójegy nem lesz, a Múzeumfaluba a belépés ingyenes. Aki a Böllér Fesztiválon járt, az tudja azt, hogy a Múzeumfalu mögött van egy 2,2 hektáros terület. Ez le van nyírva, és ott lehet parkolni, de egyébként az önkormányzat ingyenes buszjáratokat biztosít a vasútállomás és a Kródi-Vigadó között óránként 14:30-15:30. Pálinkánként 15 liter érkezik, ez azt jelenti, hogy 752 centes mennyiséget tudnak majd kóstoltatni. Ehhez pedig népi ízek kavalkádja társul, lesz sült kacsacomb, ropogó sertésfülk körömpörkölt mártással, street food ételek és természetesen a hagyományos töltött káposzta és a strapacska sem hiányozhat. Lesz kézműves vásár, népi játszóudvar, fazekas és kádár bemutató. A színpadon a Szabolcsi Koncertfúvó Zenekar, a Buratino Bábszínház, délután 4 órától pedig Janicsák István és a Veresegyházi Asszonykórus is fellép.